98.6 Manna FM Brekopadon át vagyok, ez pedig itt az XYZ. Tudjátok, az a műsorról minden este arról beszélgetünk, ami az embert nem hagyja aludni 21 után. Ember már a vendégem ma este. Sziasztok. köszönöm Sziasztok. szépen, hogy itt vagy. Nem tudjuk megkerülni az elefántot a szobában. Nagyjából egy hete robbant ki a, Eszenyénik körüli botrány, aki ugye a Vixinház igazgatója, ez esetben ugye a társulatnak az igazgatója, a, aminek te is a tagja vagy. Eddig, ameddig a felvételt most csináljuk, a Börcsökenik és Halász Judit nyilatkozott meg a társaság tagjai közül. Neked te hol állsz ebben? Mi az, amit, amit uh, tudsz mondani? Nézd, de azt gondolom, hogy uh nagy, nagy tisztelet mindenkinek, aki elég bátor volt azzal, hogy előjöjjön a történeteivel. Én magam részéről az erőszak minden formáját elítélem. Én magam részéről én soha nem voltam áldozata ennek. Ezt fontos leszögezni. Mi társulaton belül én olyan típus vagyok, azt hiszem, hogy családként tekintek a Vígszínházra barátaimként gondolok rájuk, és amíg én ott bent vagyok, és amíg társulati tag vagyok, addig azt gondolom, hogy a belső ügyeinket mi, tagok, intézzük el belülről, és ennek a hivatalos keretein belül fogalmazunk, és fogalmazzunk meg véleményt, amit a társulat meg is tett. Ezzel azt mondod, hogy a nyilvánosság bevonása, vagy a nyilvánosságra való kiterjesztés ennek az egész ügynek nem volt helyén való? Nem, én azt mondom, hogy én ilyen alkat vagyok. Uh -huh. Én ilyen alkat vagyok, hogy szeretem, amíg lehet, belülről megoldani a dolgaimat. Én ezt mondom, és mondom mély nagy tisztelet mindenkinek, aki olyan bátor, hogy előmer állni a történeteivel, társulaton belül, társulaton kívül, ha vannak történetei. Azt hiszem, ez az, amit el tudok mondani erről az egészről. Milyen hangulat alakult ki az egész ügy kapcsán benne a házban? Most már két ügyről beszélünk. Az egyik az, hogy hogy igazgatóválasztás van, és ez hozza azokat a feszültségeket, amik sajnos nélkülözhetetlenek ilyenkor, akkor is, hogyha, hogyha nem ennyire súlyosan a közélet előtt történik, ez mindig egy feszült időszak, illetve arról az ügyről, hogy nem játszhatunk, hiszen azt gondolom teljesen jogosan, elővigyázatosságként Bezárták ugye a színházakat, illetve a 100 fő fölötti ö, ö, belső rendezvényeket és az 500 fő fölötti kültéri rendezvényeket betiltották. Én azt gondolom, hogy ez teljesen jogos, ez meg kell, hogy történjen, de ez ugyanúgy ugyanúgy hangulatkeltő hatással van természetesen egy társulat életére. Ö, szóval, hogy mit, mit hazudjak, ez nem jó. Ebből, ebből egyik sem olyan, ami lelkesedéssel és lendülettel tölti fel az embert. Hát ráadásul színész emberek, vagy előadó emberek arra vannak, ahhoz vannak hozzászokva nyilvánvalóan, hogy folyamatosan szerepelnek, folyamatosan az újabb és újabb kihívások állnak előttük estéről estére, ami ebben a ebből a szempontból egy most egy ilyen hirtelen nem várt, vagy még nem látott szituációt hoz elő, hogy most egy hónapig talán minimum nincsenek hát igen, előadások. Nem azt, azt hiszem, március 25 vagy 26-án kapunk egy újabb értesítést arról, hogy hol tart ez az ügy. Hogy meddig, meddig lesz ez az intézkedés, de inkább arról beszélnek, hogy nem hetekről, hanem hónapokról van szó. Én. Ez nem az volt, ez csak valami kapartatork volt. Én félek attól, hogy, hogy ne egy Isten ebben az évadban már nem fogunk tudni játszani. De ha erre van szükség, akkor ismétlem, azt gondolom, hogy ez a helyes. Mindig az emberi egészség és az emberi élet a legfontosabb. Az nyilvánvaló, de mi az, ami miatt, vagy mi, mi az a fő hangulat, ami ami hogyha már ugye az előbb a színházi hangulatról beszéltünk, ami így uralja most a társulatot? Mi szerencsések vagyunk, akik alkalmazottai vagyunk a Víg Színháznak, mert uh, ugye uh, nekünk van egy havi fizetésünk. Ami egy alapfizetés, ez nekünk növekszik, attól függen mennyit játszunk, mennyit keresünk, de ez az alapfizetésünk, ez szerencsére van. Ezt a színház megerősítette, köszönjük szépen, ez nem kerül veszélybe. Inkább azokkal a kollégákkal kell szolidárisnak lenni, akik akik szabadúszók, akik számláznak, akik előadások után kapják a pénzüket. Erre most indult két mozgalom is, a nevásd vásd vissza egyedet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon egy szép gesztus. Én ezt hozzá... vagy megspékelni még talán annyival, hogy viszont akiben ez görcsöt okoz, vagy feszültséget, mert ott van benne a lelkiismeret, hogy nem akarja visszaváltani, de szüksége lenne arra pár ezer forintra, az azt hiszem, hogy hogy, hogy ezen, ne, ez, ez, ezen ne görcsöljön, akkor majd megoldjuk mi valahogy próbálunk, próbálunk szolidárisak lenni. Nagyon sokféle kezdeményezés indult el, nagyon sok sokat gondolkodunk arról, hogy hogyan lehetne átvészelni ezt a helyzetet. Olyan, mint hogyha egy katasztrófa filmben lennénk benne, csak ez most sajnos nem egy film, hanem a valóság. Alakul szép lassan ez az ilyen apokaliptikus hangulat, ami nyilvánvalóan egy olyan intézményben, ami folyamatosan ugye az emberek véleményéhez nyúl hozzá, az embereknek a hangulatát határozza meg, az különös terhet nyom rátok. Tehát, hogy nyilván rajtotok is van figyelem, hogy hogyan reagáltok egy ilyen helyzetre, ami bennetek is érint, és egyébként tehát 1700 embert esténként a Vígszínház nézőit. Szóval, hogy, hogy, azért van nyilván a, a társulat Tagjain egy külön, külön figyelem ebből a szempontból. Te ezt érzed? Nem, nem inkább inkább azt érzem, hogy hogy koronavírusnak hívjuk, de valójában az ismeretlentől félünk, hm. vagy ez az, ez az alapvető emberi tulajdonság, hogy vagy azt hiszem, hogy ezt tapasztalom, kár lenne általánosítani bármit is, de van valami ilyesmi, hogy azt, amit nem ismerünk, attól rettegünk. Volt a gimnáziumom földjére, évekig oda volt grafitizve, hogy a félelem a tudás hiánya, és azt hiszem, hogy erről van most szó, nem kerültünk még legalábbis én nem kerültem, és azt hiszem, hogy az én korosztályom sem egy, egy ilyen, ilyen típusú dologba, amikor a mindennapjaink változnak meg. És, és akkor automatikusan beindul, hogy persze figyeljük azokat az embereket, akik, akik, akiknek mondjuk adunk a véleményére, hogy ők mit gondolnak arról, hogy hogyan kell, vagy hogyan kéne most viselkednünk. És azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség mindenki számára, aki, akinek mondjuk követői vannak magas számmal, vagy, vagy vagy aki nagy csoportokhoz tud szólni, hogy most a, a legpontosabb szavakat találja meg, amivel nem pánikot kelt, nem is fedi el a valóságot, hanem, hanem valamilyen, valamilyen jó mederbe, hasznos mederbe tudja ezt az egészet terelni. Figyeljünk egymásra, szerintem ez a legfontosabb. És akkor a te szavaid ebből a szempontból azok, hogy tájékozódjunk a vírusról, tájékozódjunk az egész helyzet miben létéről, és ne a félelem útján menjünk tovább. Igen, igen, és próbáljunk meg, bár nagyon nehéz, hiszen mindannyiunknak egy csatornája van, most leginkább a média, amiből tájékozódni tudunk, aztán ki tudja, hogy a média miből és honnan tájékozódik. Szóval, hogy, hogy, hogy le használjunk jófajta szűrőket, azt, 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 gondolom. Hogyha már itt említetted a követő számot, meg a rád figyelő tömeget, akkor a te esetedben ez különösen, különösen érdekes, vagy különösen aktuális, mert hogy én nem nagyon látok így a magyar színházi szcénában bárhol máshol annyira erős um, színházi, most nem, hirtelen nem is találok emiatt erre szót, ilyen um, sztárságot vagy ilyen lázat, ami, amit keltett a fiataloknak, kifejezetten a középiskolásoknak, meg a fiataloknak a körében, mint amit ti csináltok ott a Vígik Színházban, hogy ott van egy um, egy, egy, hát nem tudom, egy turányi friss színész. Ott Igen. most nem is kezdem el őket sorolni. Csináltatok egy, egy nagyon nagy hírű darabot, ugye a pál utcai fiúkat, ami kifejezetten ezt a korosztályt célozta, akiről most szó van. Szóval kialakult az, hogy van uh, végre a magyar közismert, meg a, a, a magyar közéleti emberek között van egy sor olyan fiatal színész, akik tehetségesek, akik nagyon jó dolgokról beszélnek, akik jó dolgokat képviselnek, és akikért, hát most, most nem akarok nagy szavakat használni, de az akikért megőrül egy réteg. Na, ehhez neked milyen volt a viszonyod? Ez meglepettéged, neked nehéz -e ezt, magát nyilván komolyan vevő színművészként ezt is így hozzáadni a, a Igen. hát nem, nem, nem gondoltunk erre, amikor az első ilyen előadás a Pál utcai fiúk volt valóban, amikor azt készítettük, főleg azért nem, mert az egy olyan időszakban készült, amikor már nagyon fáradtak voltunk, ez évad végén volt. Tehát fel sem értük azt, hogy, hogy milyen súlyú dolgot próbálunk. Egyszer csak mentünk a napi rutinnal, és a legjobb tudásunk szerint próbáltunk mm. csodálatos előadást teremteni, de nem tudtuk a, a, ezeket a talán csúnya, de muszáj ezt mondani a külsőségekkel foglalkozni, hogy ennek milyen lesz a hatása kifelé. Mindenki a szerepével volt elfoglalva, meg a másikkal. Amikor volt ebből egy bemutató mm. június elején, Július, június 4 talán, azt hiszem. És akkor egyszer csak az előadás végén felrobbant a ház, és egy olyan ováció fogadott minket, amiket maximum koncerteken hallottunk, és mi adtuk ki magunkból ezeket a hangokat, amikor néztük a legkedvesebb zenekarainkat. És akkor valamit megéreztünk. Akkor ugye ott eltelt egy nyár, amikor nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ez megismétlődhet-e majd, hiszen az egy előbemutató volt a következő évad elején, november 4 talán, akkor mutattuk be akkor volt előtt egy ilyen két hét felújító próbaidőszak, vagy egy, egy ilyen véglegesítsük azt, amit, 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 nyár elején csináltunk, és akkor elkezdődött ez, ez, az egészen furcsa őrület, ami, ami, ami meglepetésszerű volt, és, és ki jobban, ki kevésbé jól tudta ezt kezelni. Egy ideig nagyon erősen tudtam belőle táplálkozni, tehát nagyon hálás voltam, és nagyon-nagyon vitt előre az a lendület, amit kaptam előadások végén azoktól az emberektől, akik rajongva szerették ezt az egészet. Aztán volt egy időszak, amikor, amikor kicsit menekültem volna ettől, vagy inkább, inkább azért menekültem volna, mert nem éreztem már azt, hogy ez a teljesítményemnek szól. Uh -huh. Tehát egy idő után a, a, az volt bennem, hogyha gyakorlatilag csak ott állnánk a színpadon, és nem történne semmi, akkor pontosan ugyanaz lenne a hatása, mint hogyha mi full erővel végig tolnánk egy előadást. Természetesen most sarkítok, de hogy, de hogy megkérdőjeleződött bennem, hogy ez most minek szól. Főleg nekem akkor jöttek be a sorozatok is, amik, amikor már tényleg elmosódott a, a, határ annak, hogy, 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 hogy mi, mi is a magja, mi is a célja ennek. ennek Pont az ezt egész kérdezem, rajongásra. hogy ezek szerint azért nem volt annyira egyszerű ezzel megküzdeni, mert nyilván az ember színészként a, a, a teljesítményét szeretné ö, megmutatni, és azt szeretné, hogy azt becsüljék meg, meg, meg a, arra figyeljenek oda. Van ennek egy ilyen oldal, hogy a tömeg tömeget vonz. Igen. Meg a figyelem, egy már megkapott, meg, meg kiérdemelt figyelem, az az még szélesebb körre kiterjed egy ponton túl, de akkor ezek szerint ez, ez először megjesztett. Először örültem neki, és aztán ijedtem meg. Tehát, hogy először, először az öröm volt, először nagyon hálás, és nagyon boldog voltam attól, hogy ennek ilyen hatása van. És aztán, ahogy mondtam, utána, utána egyszer csak így, nem tudom, hogy felnyílt a szemem, hogy de várjunk, várjunk. Tehát nem biztos, hogy ők azt ünneplik, hogy, hogy te ezer százalékot beletolsz minden este az előadásokba, hanem valami egészen más. Amivel az ő részükről nincsen semmi baj, csak nekem tudnom kell, hogy én hol vagyok ebben az ügyben benne. Hogy igen, szóval... És hogy, megtaláltad, hogy hol vagy benne? Én igen, azt hiszem, hogy most már külön tudom választani azokat az estéket, amikor azt gondolom, hogy jogos a taps, és amikor azt, azt érzem, hogy figyelj, azért ebben az estében még bennem alatt pár százalék. Jó, de ez nem csak a színházra korlátozódik, nem, nem, hanem, nem. hanem hanem sőt most már Euróvízió, meg sőt nem is elő, Eurovízió, Euróvízió, bocsánat, dal, meg, meg sorozatok, meg a saját zenekarod, tehát hogy egy, egy millió más dolog van, ami miatt Nyilván máshol, máshol is érdemmel kitüntetnek. Felelősséggel kell kezelni. Fontos engem. Javarészt fiatalok követnek, bár én azt hittem, hogy még annál is fiatalabbak, mint amit gondoltam, de az ilyen statisztikák azt mutatják, hogy 18 és 24 között van az a korosztály, akik, akik közül a legtöbben követnek engem, utána 24 és 27, és csak alatta van a 13-18. tól ig Én azt hittem, hogy az, az az a korosztály van hangsúlyban. Ezért mondom, hogy nagyon nagyon, na, tényleg őszintén mondom, hogy, 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 felelősség, azt érzem. Én igyekszem, próbálok értékeket mutatni jó humorral, azt hiszem, hogy így tudnám ezt, 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 ezt körülírni, mert ha már ők megtisztelnek azzal, hogy fontos nekik a véleményem, akkor nem akarok és nem csúnyát mondtam, de hogy akkor nem, nem, nem akarok szemetet kínálni neki. Miközben nem akarok álságos se lenni, tehát nem akarok én életviteli tanácsokat adni, csak, csak azt, azt, ahogy én megéltem mondjuk a fiatalságomat, vagy élem éppen a fiatalságomat, hogy annak milyen fázisai vannak, ezt egy elegáns csomagban átadni. Nagyon nagy népszerűségre tettél szert elég rövid idő alatt, ugye 2017 óta vagy tagja a Víg Színháznak, Igen. ami egybeesik egyébként az egyetemi diplomaszerzéseddel, és azóta gyakorlatilag zúdultak a munkák, meg hát akkor már azért benne volt el az iparba, jöttek a sorozatok, jöttek a különböző nagyobbnál nagyobb port kavaró színházi előadások, és most itt a dal, az jutott eszembe, és, és aztán lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy, hogy ez picit olyan, mint tudod, sokan szokták mondani, hogy évtizedekkel ezelőtt mondjuk egy szinetár Miklóst azért ismerték fel az utcán, mert, mert az emberek látták a színházba, látták a tévébe, és a teljesítménye volt annyira nagyon megkerülhetetlen és nagy, hogy azért volt ismert szemben a mai állásával, vagy helyzetével a médiának, ahol tulajdonképpen igazából bárki hm. lehet, válhat ismerté, mm. és hogy ez, amiről korábban beszéltünk, ez picit ezt hozza vissza, ami nekem jól esik, de nem tudom, hogy ti hogy érzitek ezt, hogy, hogy, hogy az az ismertség, ami mondjuk csak a végszínházon belül, mondjuk egy Presser Gábor vagy Kern András körül van, az, az most megvalósul, de egy ilyen fiatalabb generációs színészek körül is, nem? Jó, jó érzés, jó érzés az, igen, hogyha, hogyha a tartalomért, és nem, 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 a, botrányos két percekért szeretik az embert. Az, az, az jó érzés. Jó, de nyilván ebben kell egy ilyen, egy ilyen kiegyensúlyozott viselkedés, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy I igen, az van, hogyha csinálok egy rockzenekart, és azzal kiállok, hmm. akkor, akkor az ilyen hatást fog kiváltani, és akkor nem feltétlenül az emberek a színész fogják nem látni, hanem, hanem ezt, hogy az ember nyilván ér, meg te is nyilván érted azt, hogy, hogy, hogy időnként kell élni azzal, hogy egy Instagramot fenn kell tartani, hogy, tehát hogy a populáris eszközöket ezért nem szabad magától megtagadni az embernek. Te nem. hogy állsz ezzel? Azt szeretném mutatni azoknak az embereknek, akik követik az én oldalaimat, hogy nekem fontos az, hogy ők úgy döntöttek, hogy követnek. Nem, ne, tehát, hogy fontos az számomra, hogy ők milyen tartalmakat kapjanak tőlem. Hogy ez nem csak egyoldalú kihasználás, hanem az, hogy akkor. Akkor legyen, legyen valamiért, tehát legyen tétje annak, hogy, hogy, hogy mi itt egy egy csoportba verődtünk. És azt hiszem, hogy ilyen irányba is lehet ezt az egészet használni. Az a szám, ami az én nevem mellett van, az ne csak, tehát ne az jelentse a presztist, han, hanem az a szám, azok, mindig azt tudjuk, hogy azok mögött a számok mögött emberek vannak. Uh -huh. ez, ez nagyon fontos. Hogy, hogy ne a szám ne azért legyen fontos, hogy aztán milyen márkák kezdenek el téged megkeresni, hogy, hogy, hogy fizessenek meg különböző termékeket adjanak, hanem ez arról szóljon, hogy van egy csoport, aki, aki érdeklődik irántad, akkor te is érdeklődj irántuk, amennyire lehet. Én, én, én valahogy így, 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 így gondolkodom erről az egészről. Az egyetemen egyébként segítettek nektek felkészülni arra, hogy ha népszerűség övez benneteket, akkor arra hogyan kell reagálni? Nem, nem, nem igazán, de azért de nem is tudom, hogy lehetett volna erre fórum. Az egyetem első két évében Máté Gábor, az én osztályfőnököm, rengeteget kaptam tőle, valódi mester. Ő az első két évben próbált még minket burokban tartani, hogy csak, csak, a, csak, a, hogy csak a fejlődésünk számítson. És utána mondta, hogy nem lesz könnyű, mert elindul majd a húspiac harmadévtől, és ilyen szempontból készített fel minket, hogy, hogy mindig jelezte, hogy az az állapot, az a paradicsomi állapot, hogy itt most úgy dolgozunk, és annyit, amennyit akarunk, az egyszer csak nem így lesz, mert egyszer csak kimondják rád, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te ehhez kell te ahhoz kell te kell te nem kell lesz. És ezt, ezt próbálta felénk mindig sugalni, hogy erre legyünk felkészülve. Hogy igazságtalanságok fognak érni minket, mert meg, meg, meg aztán hirtelen jön valami, és hirtelen elveszik. Szóval, hogy ilyen, ilyen kommunikáció volt. De azt, azt hogy velünk mi történik például a Pálucé kapcsán, azt senki nem tudta volna megjósolni. És elérkezett ez a pont, amikor húspiacán vált a szakma számodra, mondjuk? Inkább az a pont jött el, amikor felfogtam, hogy igen, ez tényleg így van. Tény, tényleg a. Ö, ö, de ez, tehát hogy mondjam, ez borzalmasan hangzik, de ez van. És milyen billogot sütöttek rá például? Hát én most, én most már hosszú, vagy hosszú évek óta, három éve vagyok a pályán, de én egy ideje a, a kedves, szép fiú vagyok. Aha. Én, én, én ebbe, ebbe, ebben futok. Miközben ez nagyon érdekes, mert nem tudom, 20 éves koromig egy, én, a ke, én a kövér joviális fiú voltam, <laughs> mert én nagyon kövér voltam. Most ezt lehet élvezni, meg nem élvezni, próbálok ellenem lenni. Szerencsére színházban... Tehát akkor ezzel te nem vagy kibékülve teljesen ezek szerint? Elfogadom, hogy, hogy ez a világ rendje, hogy, hogy ítélkezünk és, és, és rásütünk dolgokra valamit, elfogadom, de mindig arra törekszem, hogy azért megkérdőjelezzem azt, ami el van fogadva. Bocsánat, ez, ez így nyelv, nem volt szép. Tehát azt, ami elfogadott, azt mindig megkérdőjelezzem. Mert talán ezzel megyünk előrébb. A közhelyekkel, a közhelyek azért közhelyek, mert helyesek. Mert, mert, de közben meg az a feladatunk, hogy mindig mögé lássunk. Hát a, színész szakma az kicsit arról is szó, hogy arhetipusoknak megfeleltessen egy emberi személyiséget, szóval, hogy ha téged a külsőd, a viselkedésed, a gesztusrendszered alapján könnyen lehet eladni a színpadon a szép fiúnak, akkor tulajdonképpen ez egy olyan képes, egyébként ez egy olyan képesség, amit nagyon sokan szeretnének. Meg nagyon sokan szeretnék szép fiúk lenni, akár színpadon, de hogy, hogy, hogy nyilván akkor ez tula, vala, valahol, ez egy, ez egy, te tudsz a mögé bújni, hogy ez, ez a te színészi tehetséged csupán? Hát nem, nem tudom. Régen, évekkel ezelőtt, még amikor a színház másról szólt, voltak olyan, komédia del színészek, akik egy egész életen keresztül ugyanazt a szerepet próbálták. És akkor ez, 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 nem, nem bélyegnek, meg nem előítéletnek volt nevezve, hanem ez volt a te feladatod, hogy egy egész életen keresztül egy adott szerepet élesíts, és na, add tovább a fiadnak, és ő is azt a szerepet fogja életén végig gyakorolni. Szóval, hogy árnyalt dolog ez, bonyolult. Azért nem fáj nekem annyira, hogy én a szép fiú dologba kerültem bele, mert nekem emögött volt, volt munkám. Tehát, hogy nem az van, hogy én megszülettem szépnek, és akkor én onnantól ez a szép voltam, nem, én a kövérfiú voltam, aki, aki, dolgozott azért, hogy valami legyen belőle. De ez is egy más hogy mit nevezünk szépnek? Mi az, hogy valaki szép fiú? Nem tudom, bonyolult kérdések ezek, és, és, és nincs rájuk egyértelmű válasz. Egy hát nyilván alapvetően ez azon támaszkodik, hogy egy nagyon egyszerűsítő világban élünk, ahol mindenkinek könnyebb a dolga, hogyha ha halmazokban gondolkodunk. De ezzel nincsen semmi baj. Gondolj bele, gondolj matematikában is mindig a prim tényezőt keressük. Mindig addig bontogatunk egy számot, amíg megtaláljuk a, a legkisebb nem nagyon rossz volt a matek, bocsánat, tehát a, 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 szóval, hogy mindegy, addig, szóval addig osztjuk a dolgot, amíg már nem lehet osztani. Ez ilyen, ilyen a világunk, mert onnan tudunk elkezdeni bonyolultabb irányokba menni, hogy megértsük az alapokat. Nincsen ezzel baj. Azzal van baj, amikor megragadunk és elfogadjuk annyinak az alapot, hogy jó, akkor nekem ennyi elég. Ne, ne legyen soha senki nek semmi elég, mindig, mindig menjünk, menjünk és keressük tovább. De ahhoz fontos, hogy tisztában legyünk a legkisebb közös többszöröse. <laughs> Melyik lenne az a bég, amit tök szívesen hordanál magadon, vagy ha, ha nem, nem, a szép fiú, meg nem a kövérfiú mi lenne az, ami azt mondanád, hogy igen, ami úgy hízlalná a májadat? Hogy a, 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 hiteles férj és a hiteles családapa. Ez, 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 ez a vágyam, hogy eddig eljussak. Hogy, 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 abban ne legyen kérdőjel, hogy ebben a két szerepben meg tudok felelni. De ez, ez nem színpadi szerep. Ez nem szimpadi szerep. Ez nem szimpadi szerep. De az, az meg nem érdekel. Vagy az, az olyan szempontból nem érdekel, hogy az úgy is jönni fog. Azt nem igazán tudom irányítani. Lefogyhatok, meghiszhatok, persze ilyen szempontból, de ezek külsőségek. A belső tartalom az meg az, az, az alakul, változik, alakítják, alakítod. Nagyon-nagyon sok minden történt veled nagyon rövid idő alatt. Kell ilyenkor az emberek segítség arra, hogy feldolgozza? Hogy mi van túl? De attól függ, hogy milyen alkat. Én voltam pszichológusnál, mert engem nagyon érdekel. Igazából azért mentem oda, hogy elmondjam neki, hogy nekem nincs szükségem pszichológusra, így kezdtem majd akkor azt mondta, hogy viszont látásra, én erre azt mondtam, hogy ne, 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 azért álljunk meg, egy kicsit beszélgessünk, de, de, de valahogy, valahogy, nem, éreztem, nem éreztem ebben jól magam, egy kicsit azt éreztem, hogy nem tudom, borzalmas ezt mondani, de ha őszinte akarok lenni, akkor már pedig azt szeretnék lenni. De egy idő után azt éreztem, hogy valahogy átlátok azon a mechanizmuson, hogy hogyan kérdez, és hogy én arra hogyan válaszolok. És azt éreztem, hogy akkor ez így nem jó. Miközben ezen nem kéne gondolkodni, ha valaki elmegy egy pszichológushoz, de nyilván ez is azt jelzi, hogy valójában nem volt szükségem rá, mert alkatomból adódóan meg tudom oldani hogy lekopogom az eddigi problémáimat, meg tudtam oldani magamban. Én nekem, nekem ami nehéz, a... a, a számomra az, az mindig az elengedés és a, és a, és a búcsú valamitől, ami, ami meghatározta az, az addigi életemet. Tehát például, amikor forgatunk egy sorozatot, akkor az abszolút olyan, mint egy kis élet. Elkezdjük, van egy közepe és van egy vége, ahol el kell búcsúzni. És nekem ezek a búcsúk általában nagyon nehezek. Tehát még most is, évekkel ezelőtti munkáim visszaköszönnek, és azt hiszem, hogy de jó lenne benne lenni abban a próba folyamatban, de hát annak a próba folyamatnak már teljesen vége van. Én ezeket élem meg nehezen. Nekem van egy kis rituálém, ezt talán akik már több interjút hallgattak, olvastak velem, tudják, de szeretem ezt elmesélni. Én próba folyamatok végén, amikor már a büfékben, meg különböző helyeken mennek a premier bankettek, akkor én nagyon szeretek elvonulni az üres nézőtérre, és nézni a, a, az üres színpadot, és csak úgy végig gondolni, hogy itt az elmúlt egy-két hónapban mi történt csak úgy nézni, úgy nézni az egészet, úgy meg, megpróbálni kívülről látni azt, amit addig belülről megéltél. Én ezt mindig igyekszem megcsinálni, vagy, vagy alkalmat keríteni erre, mert, mert nekem ez, a, ez, ez lett a, a, nem tudom, a rituálém, vagy ez lett a terápiám. Azzal szépen le tudom zárni a dolgokat, hogyha ez megtörténik, például egy próba folyamatban. Arról is, hogyha már követ, korábbi interjúkat említettél, arról is beszéltem már többször, hogy, hogy neked az Isten hited nagyon fontos az életedben. Így van. Volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy a, a, színészi mesterség az kompromisszumot kér az Isten hitedben, a hitrendszeredben, bármiben? Nem, nem, az, az hisz, azt hiszem, hogy nem. Én, én mélyen, mélyen, hiszek Istenben és a vallásomban is, de közben azt gondolom, hogy, hogy Istennek egy nagyon jó fejembernek kell lennie biztos vagyok benne, hogy, hogy az, és hogy, ő, hogy, hogy megért dolgokat, és, 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 elfogad dolgokat. Én, én minden, minden estémet imával zárom, mert azt gondolom, hogy nem tudom, a fölfelé is van egy, tudom, egy, 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 köszönöm, hogy ezt a kalandot átélhetem, és ez, ez az én köszönöm. De azt nem éreztem, hogy mondjuk neki ne tessen a színészet. Szerintem ő, tökre bírja, vagy azt gondolom, hogy, bírnia kell. És hogyan vonod be az Isten kapcsolatodat, meg, meg Istent, ez a próba folyamatokba, az előadásokba, az, az, az élet. Nem, azt hiszem, hogy ez nálam nem így működik, hogy, hogy oda, oda őt be kéne vonnom. Nem, nem, inkább a, napom összegzésébe vonom be mindig. Nem, nem, nem választom őt, őt, külön. Mondjuk az az, az, az sokszor van persze emberi gyarlóság, hogy gyakran kérem előadások előtt, mondjuk, hogy úgy sikerüljön, ahogy szeretném, de hát mindig tudom, hogy ilyenkor nem tudom, biztos azt mondja, hogy ne csináld meg úgy, ahogy szeretnéd. Segíts magadon, és majd ő is megsegít, de hogy... <kül> de van olyan, amikor ezt kérted, és utána volt valamilyen katarzis? Az, amit ennek a, az, az egyetemi felvételimnél ott volt. Uh -huh. Tehát ott, ott, nem tudom, ott kértem, hogy de csak valami jelet mutat, hogy... és akkor ott, ott, ott volt egy jel. De ez, igen, ez, szerintem ez... ott nagyon sok hívő ember van a, a színművészetének szín, <suk> a felvételé, igen, ott elég igen, sok ima elhangz. Igen, 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 aztán a kérdés, hogy ugye ez kitart -e? Nem biztos, vagy nálam kitartott. Igen. De, de, elsőre felvettek, ugye igen, elsőre felvették, felvettek. Hogy ott, akkor, akkor ez ilyen. De szerintem egyébként sokunknak, tehát hogy mindenkinek ez az eufórikus élmény, ez valahogy egy ilyen Isten élményhez pogányként is összek, összekötődik, már mint, hogy azoknak, Igen. akik Istenben nem hisznek ilyen formán. Az igaz, hogy te naplót írsz? Időszakos, tehát az van, hogy, hogy, hogy azt hiszem, az is, az is nálam valami terápia. Tehát most például, el, a most, most beszélgetünk, most körülbelül az elmúlt egy-két hónapban nem írtam, de egyébként törekszem arra, hogy, hogy írjak, mert ebben is mesterem Máté Gábor inspirált, ő mondta, hogy írjunk, mert meg, meg, neki megjelent nemrég egy könyve, a naplóiból egy ilyen összegzés, és nem tudom, nagyon, nagyon jó szakmailag is fontos vissza, visszaolvasni azt, hogy miket éltél át, meg, meg egyszerűen emberileg is kiírni magadból azt, ami történik veled, az nagyon hasznos. Tehát valószínűleg ez is nálam így működik, hogy amikor valami baj van, vagy valami bennem nincs rendben, akkor, akkor nyúlok a naplóíráshoz. De hiszem, akkor most nincs baj ezek szerint. Most, most úgy tűnik, hogy nincs baj. De nem tudom, szóval hogy ez is olyan, hogy azt gondolom, hogy az élet az mindig az egyensúlyra törekszik. Én ennek tudom be a koronavírust is például, hogy nem, nem kezdtünk valódi munkát azzal, hogy helyrehozzunk a bolygón jelenlegi állapotát, akkor az történik, hogy akkor viszont itt egy vírus, ami meg elkezd tisztogatni. És lám, ahogy Kínában lártak a gyárak, tisztul az ég. Szóval, hogy ahogy megmondjuk, csak képzeljük el az órát, ahogy elindul fentről lefelé, aztán egyszer csak lentről fölfelé. Mindig valahogy, ahogy Joda is mondja, meg én meg agyag mondja, nem, nem mondok most nagy újdonságot, de azt gondolom, hogy, hogy minden, mindig minden az egyensúlyra törekszik. És most éppen jó nekem, de semmi baj nem lesz akkor, hogyha majd rosszabb lesz. Mert ez az életrendje, szerintem. Újra visszatért a zene az életedbe, és indultál is a dalcímű versenyen. Miért volt ez neked fontos? Na, az a helyzet, hogy nem volt fontos. Az elején a kiadón mondta, hogy mi lenne, ha jelentkeznénk, én pedig naivan mondtam, hogy persze menjünk, úgyse jutok be a legjobb 30 dal közé közése De bejutottam. És aztán később bejutottam a középdöntőbe is, és aztán bejutottam a döntőbe is, és aztán a legjobb négybe. Hogy mikor kezdtem el komolyan venni, vagy mikor lett ez fontos, azt hiszem, hogy hogy az első nál már, már, már fontos volt. És aztán, hogy mikor, mikor tudtam elengedni, az pedig már a döntőt ott, ott, ott már nagyon la, laza tudtam lenni. Azt érzem, hogy nagyon, nagyon csak a zenéről szólt már számomra ez a műsor. Hát igen, de azért nagyon sok veszíteni valóval nem neveztél, tehát hogy ezért, ezért neked a mindent vagy semmit kategória volt, neked azért az életed alapvetően igen, sok olyan, sikerrel kikövezett. Olyan szempontból viszont nagyon érdekes volt, hogy ennyire ennyire ö, velem, mert hogy ember márkal még nem találkozhatott a közönség, Aha. hiszen idáig szerepeken keresztül, meg egy-két interjún keresztül tájékozottak arról, hogy én ki vagyok. Ebben a versenyben viszont abszolút én voltam. Tehát, hogy itt minden izgulásom, minden görcsöm, az hozzám tartozik. Azt, már, azt most nem kellett elfedni egy szerepel, vagy nem fette le egy szerep. Tehát ilyen szempontból viszont volt tétje, hogy mondjuk azok az emberek, akik, akik idáig gondoltak rólam valamit, azokban ez most hogyan fog megfordulni, vagy, vagy tovább épülni. Ez való, a valódi tétje azt hiszem számomra ez volt. Nehéz egyébként ez a fajta ilyen metaforikus lemeztelenedés, vagy az ilyen esendőség az emberek előtt? Azt hiszem, hogy nem. Sőt, ö, olyan szempontból nem, hogy én, én, én azt hiszem, hogy, a, hogy, a, hogy amikor a négy fal között vagyok, akkor én egy szorongó görcsölő típus vagyok. Kifelé viszont viszont egy magabiztos, ö, ö, alfahím típusú szerepkörben vagyok, raktak bele, rakom magam én is bele. Nincs ezzel, ezzel a kettőséggel semmi baj, szerintem az ember legyen sokféle, vagy éljen meg sokféle dolgot. Inkább az volt az érdekes, hogy most, amikor kilépvén ebből a magabiztos, én elviszem a hátamon a dolgokat szerebből ebbe a tessék, akkor nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy én valójában mennyire, mennyire feszülök mindentől, arra, arra mi lesz majd a reakció. És mi volt a reakció? Mélységesen nagy szeretet, és ezért nagyon hálás vagyok. És ezen egyébként, ezen a belső szorongáson, vagy ezen a sok görcsön, ezen nem segít egy-egy megírt napló, egy-egy olyan szerep, ahol ezt megmutatod, egy-egy óra terápia? De igen, egy-egy beszélgetés de dehogy nem, dehogy nem segít. De Absz abszolút segít. Csak mondom, én úgy próbálom ezeket felfogni, hogy az nem baj, hogy ezek vannak. Nem baj, a rossz napok, az álmatlan éjszakák, azok a velejárói az életnek. Ez, ez, ezt lehet úgy felfogni, hogy ez óriási probléma, vagy úgy is lehet, hogy most éppen ez történik velem. Keresem az utakat, hogy hogyan lehet jobb. Mert, mert ez az életrendje. És akkor megtalálom a naplót, megtalálom Istent, a színpadot, a szerepet. Hát akkor tulajdonképpen embernek lenni kell tudni. Így van, igen. Te esetetben különösképpen. <laughs> igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Márka, a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Manna FM. Örömre hangol.